Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit, Lipták Péter vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai műsorunkban. Rendkívüli ülést hívtak össze Bátaszéken. Kiosztották a húsvéti adományokat. A népzene ünnepét ülték Bátaszéken. Hagyományos locsolkodást tartottak a felvidékiek. Rohamosan emelkedik az élelmiszer alapanyagok ára, de a közétkeztetés költségén nem lehet emelni. Ez volt az egyik napi rendi pontja a rendkívüli testületi ülésnek Bátaszéken. Ezen kívül megtárgyalták azt is, hogy milyen műszaki tartalommal valósuljon meg az idősek nappali ellátására fenntartott épület, TOP Plusz támogatással történő felújítása. Április 13-án rendkívüli testületi ülést hívtak össze Bátaszéken, mert több halaszthatatlan kérdésben kellett döntést hoznia a képviselőknek. Ilyen volt például a közétkeztetés. Szembesítettük a képviselőtestületet azzal a ténnyel, ami az étkeztetés kapcsán egyre nagyobb terhet jelent a városnak. Egyre több szolgáltató jelzi, hogy a tavaly novemberben lefolytatott közbeszerzési eljárás szerinti beszállítási árakat nem tudja tartani. A szerződésben ugyan lehetőség van arra, hogy 25%-kal emelje, de 25% sem fedi le jelen pillanatban a költségeket. Tehát most már szinte minden egyes tételnél, ami a konyha beszerzése során történik, 40-50, sőt 60%-os beszerzési díjnövekedéssel kell kalkulálni. Díjemelésre jelen pillanatban még nincs lehetőség. Megvizsgáltuk azt, hogy a vendégebédnél, ami 135 embert érint, milyen veszteség keletkezik a város költségvetésében, és hát tapasztaljuk azt, hogy ez havi szinten 500 000 forintos veszteséget jelent, tehát gyakorlatilag a befizetések és a beszerzési árak különbözete az 500 000 forintos önkormányzati pluszforrást igényel már január 1-től. Ugye az áremelkedések ezt még halmozni fogják, ezért kikértük a testület véleményét, hogy mit évők legyünk, biztosítsuk-e ilyen feltételekkel a vendégebéd szolgáltatást, mert ugye ezt nem kötelező egyébként biztosítani. Úgy döntött a képviselőtestület, hogy még 2 hónapig, június 30-áig biztosítja a vendégebéd szolgáltatást mindenki számára, annyi minimális korlátozásra, hogy eddig 2 menüből lehetett választani, most visszatérünk az 1 menüs rendszerre, és júniusban megvizsgálja a képviselőtestület egyrészt, hogy a egészségügyi helyzetből adódóan lehet-e esetleg a díjakon majd korrigálni, hogy ez milyen változást eredményez, illetve hogyha továbbiakban is tart az egészségügyi helyzet, vészhelyzet, és nem tudunk díjat emelni, akkor biztosítja a város polgárai számára a vendégebédet. Emellett kiválasztották a rehabilitációs szakmérnököt a Kanizsai Dorottya Általános Iskola energiakorszerűsítéséhez, és döntést hoztak a plébánia ledölt kerítése miatt megrongálódott járdaszakasz stabilizálására. A plébánia ledölt kerítése mellett hogyan stabilizáljuk a járdaszakaszt, mivel a plébánia jelen pillanatban nem tervezi anyagi források hiányában a kerítés visszaállítását, viszont meg kell akadályozzuk a baleset veszélyes helyzet kialakulását, mert a járdaszakaszt és a terepszint között azért közel 80 centi szintkülönbség van. Erre biztosítunk 600 000 forintot a költségvetésből. A másik, legtöbb vitát generáló téma az volt, hogy milyen műszaki tartalommal és szolgáltatási körrel valósuljon meg az idősek nappali ellátására fenntartott épület felújítása. Ezt a TOP Plusz pályázat benyújtási határideje miatt volt sürgős megtárgyalni. 4 változatot terjesztettünk a képviselőtestület elé. Ez a 4 változat különböző műszaki és szolgáltatási köröket foglalt magába. Az első változat az gyakorlatilag egy teljesen új, modern, 2-szintes épületet foglalt magába, ahol 30 fő idősellátása, 10 fő demensellátása, fizikoterápiás szolgáltatás, gyógytorna szolgáltatás, népkonyha szolgáltatás feltételeit tudtuk volna kialakítani, és mindegy 1500 négyzetméter felületet hoztunk volna létre. Ez egy komplett elképzelés és ötletet foglalt magába, a bekerülési költsége az viszont igen magasnak tűnik, a számok alapján meghaladja a 600 millió forintot jelen pillanatban tervező költségbecslés alapján. A második változat ugyanezt az elképzelést már 2 ütemre bontva tartalmazta, hogy első ütemben valósuljon meg maga az épületnek, a teljes épületnek a megépítése, de csak az alsó szintet vegyük birtokba és alakítsunk ki
30 fő nappali ellátást magába foglaló szolgáltatási területet, és biztosítsuk a fizikoterápiát, biztosítsuk a gyógytorna szolgáltatást és a népkonyha szolgáltatást. Ez mintegy 420 millió forintos bekerülési költséggel van prognosztizálva most, és ennek a második üteme lett volna a tetőtérnek a beépítése, melyel ki tudott volna alakulni már a földszinten egy 10 fő demens ellátásra, és az emeletre fel tudott volna költözni a szolgáltatás ellátó személyzettel kapcsolatos irodák és vizes blokkok. A harmadik variáció ezeknél jóval egyszerűbb, de még mindig egy új épület létrehozását jelenteni. Utcafronton kialakítjuk az új épület struktúrát, ami csak és kizárólag 30 fő nappali ellátásának szolgáltatását és ahhoz kapcsolódó helyiségeket tartalmazta volna. Ez is olyan 380 millió forint körüli bekerülési költséget jelentett volna. Míg a negyedik variáció, amivel megismertettük a képviselőtestületet, az azt tartalmazza, hogy ennek a régi épületnek a fő szárnya az megmaradna, az kerülne átépítésre, és két oldalról hozzáépítve bizonyos épületegységeket biztosítanánk 30 fő nappali ellátást, 10 fő demens ellátást, illetve az ezzel kapcsolatos kiszolgáló helyiségeket, de már nem férne ebbe az épületbe be a fizikoterápiás ellátás, nem férne be a gyógytorna szolgáltatás biztosító ellátás, és nem férne be a népkonyha ellátása sem. Hát élénk vita alakult ki ebben a témában. A szakma is, és gyakorlatilag az én elképzelésem is ezt is nyújtottam be a képviselőtestület elé, hogy a B változatot támogassuk, azaz építsünk egy teljesen modern új épületet, bontsuk két ütemre megvalósítását, és mind a két ütemre kérjünk egyszerre forrásokat a pályázat kiírójától. Még képviselőtársak elsősorban a Fidesz részéről a D változatot támogatták, azaz, hogy a meglévő épület maradjon meg, azt építsük át, és gyakorlatilag tegyünk mellé még épületegységeket. Hosszas vita alapján végül is abban döntött a képviselőtestület többségi szavazása, hogy a D verzió lesz az, amit támogatni fog. Az indoklás az volt, hogy próbáljanak meg 400 millió forintos keretösszeg körül maradni, hiszen első körben ennyi a pályázat maximális támogatási összege. 160 rászoruló család kapta meg a Bátaszéki Gondozási Központtól a húsvétra szánt élelmiszeradományt. A csomagokba egységesen a tartós élelmiszerek mellett sonka, tojás, krumpli, hagyma és édesség is került. Harmadik éve könnyítik meg a nehéz helyzetben lévő emberek életét ezzel az ünnepi adakozással. Minden rászoruló család megkapta Bátaszéken a húsvétra szánt élelmiszercsomagot, ami idén is nagy segítséget jelentett. Hosszú évek óta hagyomány, hogy a Bátaszéki Gondozási Központ karácsony közelettével adománnyal segíti a rászorulókat, 2020 tavaszától pedig húsvétkor is megszépítik a családok és a gyermekek ünnepét így módon. Most összesen 160 családnak, köztük 100 gyermeknek tették gazdagabbá a húsvétot. A tartós élelmiszer, illetve vaj, sonka, tojás, hagyma, krumpli is került a csomagokba. Minden alkalomban bekérünk az intézményektől egy listát, hát ha van valaki a látókörükben, idén is így történt, illetve nyilvánvaló, hogy a gondozási központban jelezhetnek, hogy szeretnének csomagot, de nyilván időben kell ezt jelezni, mert nekünk le kell adni ugye ezt a listát, meg hát ki kell alakítani, hogy mennyire van keret. Mergül Pécsi Edit azt is elmondta, hogy minden csomag egységes, így minden rászoruló ugyanolyan mennyiségű és tartalmú adományt kapott, amiknek a sokszínűségéhez a városban sokan hozzájárultak. Ezúton szeretném még megköszönni az önkormányzatnak, illetve a helyi cégeknek, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen szép csomagokat tudjunk összeállítani, úgyhogy köszönjük szépen. Az adományokat folyamatosan várják a gondozási központ munkatársai, hiszen nem csak az ünnepek alkalmával, hanem évközben is segítenek a rászoruló családoknak.
ötödik alkalommal rendezte meg a Zsikó zenekar a névzene ünnepét a bátaszéki sportcsarnokban. Az eredetileg az új évhez kötődő program a koronavírus járvány miatt került húsvét hétfőre. Az idei koncert a jótékonyság jegyében zajlott, miután a zenekar az Ökumenikus Segélyszervezet közreműködésével a felajánlott támogatásokat az ukrajnai háború menekültjei javára ajánlotta fel. A bátaszéki népzene ünnepe ezúttal kibővült a húsvét szaktalításával és a jótékonysággal is. A Zsikó zenekar hagyományos nagykoncertje nem csak a népzene ünnepe volt az idei esztendőben, hiszen a zenekar úgy döntött, ebben az évben segítséget nyújtanak az ukrajnai háború menekültjeinek, így került a képbe az Ökumenikus Segélyszervezet. Zsikó Zoltán, az együttes vezetője azt mondta, itthon színpadra lépni mindig különleges kihívást jelent. Sokan kérdezték tőlem az elmúlt időszakban, hogy miért pont bátaszéken van ez a nagy esemény, hiszen most már ötödik alkalommal szervezzük ezt a nagy népzenei gálát itt a szülővárosomban. De hát erre egyszerű a válasz, azért, mert bátaszék az otthonunk, és azt szeretnénk, hogyha bátaszéken jobbnál jobb kulturális eseményeken lehetnének ott elsősorban a bátaszékiek és a tolnamegyeiek. Úgyhogy alapvetően nagy mérföldkő, azt gondolom, minden egyes ilyen koncert, hiszen minden egyes ilyen rendezvény egy újabb megújulás a szakmai tartalomban, megújulás akár a színpadi, a színházi élménybe. Úgyhogy azt gondolom, hogy nincs két ugyanolyan koncert, és mindenhol jó fellépni, de a legjobb és a legnehezebb mégiscsak otthon bátaszéken, hiszen a legmagasabbra azt gondolom, hogy itthon van föltéve a léc. Az emberek szeretik a magyar népzenét. A magyar népzenének szerintem van egy reneszánsza is, és azt gondolom, hogy ez nem csak nekünk szól, a Zsikó zenekarnak, bár nyilván nekünk itt vannak emberi kapcsolataink, családi kötődésünk, így alapvetően azt gondolom, hogy kicsit más aspektusból is vagyunk mi itthon ezen a színpadon, de azt gondolom, hogy a legjobbakat hozzuk minden évben a színpadra. Ma is Nyerges Attila, Pál István Szalonna, Debrecenből jött a Pendejének együttes, vagy a Bartina. Tehát tényleg azt gondolom, hogy a népzenének egyfajta ünnepe az, ami ilyenkor itt bátaszéken van. Minden egyes alkalommal, akárhányszor erre a színpadra fölmentem, és tényleg úgy magam elé néztem, és láttam az ismerős baráti tekinteteket, megmondom őszintén, megható itt lenni. Szeretnénk az embereknek adni. És azt gondolom, hogy mi muzsikusok, meg mi előadó művészek elsősorban a zenénken keresztül tudunk adni, és ezt az adományt, ezt akár itt a humanitárius, ökumenikus segélyszervezettel közösen mi úgymond a művészek és a kultúra által fogjuk tudni megtenni. A színpadon minden esztendőben a magyar folk műfaj ismert alakjai is feltűnnek. Pál István Szalonna minden Zsikó koncert egyik meghívottja. Igazából mi muzsikusok és táncosok, akik a színpadon állunk, nekünk minden nap a népzene ünnepe. És ezeken a koncert alkalmakon azt szeretnénk megmutatni a közönségnek, hogy valóban gyönyörű népművészetünk van szerte a Kátmár-medencében, és azt hiszem, itt Tolnában ezt nem kell bemutatni, mert itt a hagyomány nagyon-nagyon erős, és még élnek azok a falusi közösségek is, akik lényegében anyatejként szívták magukba ezt a tudományt. De itt van például a Szekszárdi Bartina is a koncerten, akik városi fiatal, és mégis ugyanolyan gyönyörűen táncolják akár a Sárközit, vagy a koncerten a Mezőségit, de bármelyik tehetséget mondhatnánk. Tehát ez ténylegesen egy olyan ünnep, hogy bár most az előadás húsvétkor van, ami egyébként is ünnepünk, de úgy az ember a szívét, lelkét szép ruhába öltözteti, és meghallgatja, hogy a Kárpát-medence milyen gyönyörű dalmokat mutatott be, és lényeges a koncertben az, hogy ugye természetesen az alap népzenei dallamok mellett a szakralitásból is választottunk, tehát a húsvéthoz kötődően is lesznek ünnepi dalok, és a végén reményeink szerint megénekeltetjük a közönséget, és egy jó húsvéti köszöntővel térnek haza. Pál István gyakorlatilag a kezdetek óta figyelemmel kíséri a zenekar fejlődését, így pontos képe van arról, mitől is számít kuriózumnak a magyar népzenében. Ugye a zenekar összetétele vegyes, hiszen például cimbalmozik a zenekarban Balogh Kálmán, aki az én születésem előtt 30 évvel már az ország egyik legjobb cimbalmosa volt, tehát, vagy Molnár Peti, aki tiszafüredi muzsikus, tehát egy vegyes válogatott csapat. Ez az ország különböző szintjéről, kiváló muzsikusok. Ugye
nem attól lesz jó egy zenekar, hogy mindenki Ronaldo és Messi a zenekarban, hanem hogy egységesen szól, tudnak együtt muzsikálni és tudnak figyelni egymásra. Én azt hiszem, hogy a Zsikó zenekar ezt már jó néhány éve túllépte, és gyönyörűen muzsikálnak. Ez akár a lemezükön is hallható, akár a koncertjeiken. Tehát lett a zenekarnak egy gyönyörű arculata, egy gyönyörű hangulata, és aki meghallja ezt a zenekart muzsikálni, azt tudja, hogy ez a Zsikó Zsuzsi, ez a Zsikó Zoli és ez a Zsikó zenekar. A már emlegetett Balogh Kálmán számos zenei stílusban tesz kirándulást különféle formációkkal, a hagyományos népzenétől a jazzig. A világhírű cimbalomos azt mondja, a sokszínűség adja a zenekar igazi értékét. Alapvetően én azért népzenésznek tartom magam, hogy sok mindenbe belefogtam, meg csinálom szeretettel és érdeklődéssel, de alapvetően én népzenész vagyok, tehát pontosan ezek azok a zenék, amiket én korai ifjúságomtól kezdve játszom, és hát én azóta is szeretem, tehát ezt nem hagynám abba. Ez minden műfajban megtalálható, ez a fajta, hogy is mondjam, jelenség, amikor jó zenészeket hívnak össze a műfajon belül, és egy kiváló produkció áll össze. Ez akár klasszikusban, akár a jazzben, akár a világzenében, a nagy fesztiválokon. Én voltam is ilyen szituációkban, ahol különböző származású, különböző országból érkező zenészeket tettek össze egy produkcióban, nyilván próbával és előkészületekkel, de ezek ilyen nagyszerű produkciók, amiket persze ilyen reflektáltan valahova szánták. Itt is végül is van egy ilyen szándék, csak ugye mi itthon dolgozunk, és nem ilyen egyszeri alkalmakra. Én úgy érzem magam, hogy nagyon nagy örömmel hallgatom, hogy ki mit csinál. Tehát akárhova nézek, ugye mindenütt kitűnőséget veszek észre, és akkor a beálláson, amikor csak úgy viccelődünk, vagy szórakozunk, és poénok történnek zeneileg is, és hát magában a műsorban pedig, hát ez élvezettel hallgatom a többieket. Tehát ez nekem is öröm, úgyhogy én nagyon szívesen zenélek itt. A Zsikó zenekar maga kereste fel az ökumenikus segélyszervezetet, felajánlva segítségüket az ukrán válság menekültjei számára. Baca Barbara vezet regionális vezetője arról beszélt, számos ilyen kezdeményezés van ma Magyarországon, ahol a kulturális élet szereplői ilyen módon nyújtják támogatásukat. Tapasztalatunk az, hogy az emberek szeretik ezeket a rendezvényeket, és ha már eljönnek egy ilyen rendezvényre, az adományozási kedv is megnövekszik, és ünnepek alkalmatán meg még inkább azt tapasztaljuk, hogy jóval jobb többen adományoznak. Igazából minket Zoltán keresett meg az ökumenikus egészszervezetet, hogy jó lenne egy ilyen stratégiai partner együttműködés. Mi ennek nagyon-nagyon örültünk, mert egy újabb lehetőség arra, hogy a segélyszervezet még többet tudjon adományozni, illetve többet tudjon segíteni, akár most ugye most az ukrán menekültekre gondolván több ismert zenész, akár vagy színművész is ugye az ökumenikus egészszervezetek lelkes önkéntese, és igen, nagyon-nagyon erős az összefogás ilyen esetekben is. A bátaszéki sportcsarnokot ezúttal is megtöltötték az érdeklődők, közel 1200-an élvezhették a muzsikát, és tehettek hozzá a menekültek életének jobbításához. Két év kihagyás után idén újra megtartotta húsvéti locsolkodását a Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület. Az esemény célja nem csak a hagyományok ápolása és életben tartása volt, hanem hogy a mai gyerekek is részesülhessenek abban az élményben, amiben egykor szüleik. A programon kézműves foglalkozás és táncbemutató is várta a résztvevőket. Zenés kísérettel érkeztek meg a legények húsvét hétfőn a Petőfi Sándor művelődési ház udvarába, hogy meglocsolják a Bátaszéki Felvidék Néptánc csoport lányait. A rossz idő ellenére sokan vettek részt a hagyományos programon. Pécsi Laura, a csoport egyik táncosa elmondta, nagyon várta már ezt a napot. Korán felkeltem, és kiválasztottam a ruhámat, meg anyukáméket is felébresztettem, és jöttünk. Kézműveskedtünk, táncoltunk, a gyerekeknek volt ilyen foglalkoztató, és délben pedig locsolkodtunk.
Szerintem nagyon jó volt, és engem is meglocsoltak. Zöldertőbe jártam, kékibolyát láttam, el akart hervadni, szabad elocsolni. És hogy milyen volt a locsolás? Ideg, meg meglepő is. A lányok ugyan elmenekültek, de pehjükre falakba ütköztek, így nem úszták meg a kiadós áztatást sem. Kelemen Szintia szülőként is nagyon fontosnak tartja azt, hogy a hagyományok életben maradjanak, és a gyerekek is részesüljenek azokban az élményekben, amikben egykor ők is. Igazából szerintem a mai gyerekek már nem is nagyon ismerik ezt. Még a mi korosztályunk igen, de ők már nem. Úgyhogy szerintem fontos, mert volt olyan kisgyerek, akivel én most beszélgettem, hogy ő neki most volt az első. És kérdeztem, hogy milyen volt, azt mondta, hogy hát hideg, de nagyon aranyosak, és szerintem tetszik neki. Tehát várják. Kell, fontos, nagyon fontos, hogy legalább itt, mert otthon már nagyon nincs ilyen. Vagy most a 4-5 éve mi biztos, hogy jövünk, és nagyon szeretjük, minden alkalommal itt voltunk eddig még, úgyhogy nem hagytuk ki ma sem. Lány is nagyon tetszik neki, nagyon szeret táncolni, szereti a közösséget, és mi is szeretjük a csapatot, tehát a szülőkkel is szinte mindenkivel jóba vagyunk. Kalmár Éva az együttes vezetője elmondta, nem szabad veszni hagyni a régi hagyományokat. Ma már nem nagyon látni fiatalokat, akik vödörrel, esetleg viseletben járnának házról házra. Mi időnkben még azért a táncosok csak-csak fölültek a szekérre, eljöttek a zenekarra, de a mai gyerekek nem részesülnek már ilyen élményekbe. És 10 évvel ezelőtt kitaláltuk, hogy ezt mi tovább visszük, vagy átadjuk a fiataloknak ennek az élményét, hogy a lányok ne zárják be az ajtót, ne menjenek el kirándulni, hanem igenis várják a locsolókat, érezzék megtiszteltetésnek azt, hogy elmennek hozzájuk a legények locsolni, hogy értékeljék azt, hogy felveszik a viseletet, hogy minek a részesei, és hogy ez egy jó dolog. Sajnos ugye az elmúlt 2 év az megpecsételte a rendezvénynek a sorsát, nem tudtuk megtartani, pedig elég jól kinőtte már magát. Tehát nagyon sok külsős résztvevője is volt már ennek a rendezvénynek. Azok a bátaszékiek vagy környékbeliek, akik csak az ünnepekre jöttek haza, ők mind ott voltak, és a gyerekekkel, családdal részt vettek ezen a programon. Ugye az elmúlt 2 év az kiesés volt, idén újra nekivágtunk, belevágtunk. Sajnos az idő nem engedte azt, hogy a tájházban tartsuk meg, mert hogy ennek a helyszíne a bátaszéki tájház, mert ugye a közeg, a környezet is már ad egy olyan lelkületet a dolognak, ami rátesz egy lapáttal, de ebbe a hidegben nem mertük kitenni a gyerekeket, szülőket annak, hogy egész nap kint az udvaron legyünk, ezért itt a művelődési házban tartjuk, amit utólag is nagyon köszönünk Bátaszék városnak, illetve a Marketing Kft-nek, mert ez tegnap szerveződött le egy nappal a rendezvény előtt, hogy mi mégiscsak ide jönnénk, és nagyon készségesen, együttműködően segítettek bennünket abban, hogy itt tartsuk meg ezt a húsvét hétfői locsolkodást. Én azt gondolom, hogy élmény volt a legkisebbektől kezdve felnőtteknek egyaránt. Az elején tojáskereséssel indítottunk, aztán Jankó Fruzsi a legkisebbekkel ilyen babusgatót, ölbéli játékokat játszott bent a nagyteremben. Közben Anita, Szabóné Béda Anita kézműves foglalkozást tartott. Aztán megérkezett a Bácska Banda, aki ugye muzsikált nekünk közben, és 11 óra magasságában akkor az aprókáink, majd az utánpótlás és felnőtt csoport lány tagjai táncoltak egyet legényvárás címmel, tehát amíg itt vártuk a legényeket, addig énekeltünk, táncoltunk, majd bevontuk a közönséget is, szülőket is egy kicsit, és aztán a végén a fő eseménye a napnak, hogy kijöttünk az udvarra és vártuk a legényeket, akik a zenekarral szintén bejöttek és meglocsoltak minket. Gyors átöltözés után egy rögtönzött táncházban vehettek részt a jelenlévők. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!